Magyarországon az egyik legszegényebb megye Szabolcs-Szatmár. Budapesti fővárostól keletre van, 260 kilométerre, és itt található egy kisváros, amely néhány éve kapta a városi rangot, Újfehértó. Elég nyomorúságos vidék, itt utoljára akkor éltek jól az emberek, amikor még mindenütt csak pásztorkodtak és legeltettek. Azóta azonban eltelt néhány száz év, de Szabolcs és környéke alig változott. Itt elég szegények az emberek, és csak szinte a hírből ismerik a nyugati világ csodáit. A többség, ha akad munka, akkor dolgozik vakulásig, és keveseknek jut csak az eszében, hogy a kocsmán vagy a diszkón, az asszonyon vagy a lányon kívül más is akad, ami fölüdülést nyújt, hogy netán sportolni, egészségesebben élni, erőt gyűjteni, és könnyebb lehetne az élet. Itt született Csukrán Mihály Újfehértón 1958. április 22-én közepes nagyságú családban. Először mi is úgy gondoltuk, hogy egy futó bolond, de most már csodáljuk. Azt mondták a szülei, hogy ha abba hagyná a futást, akkor belehalnak. Egy nagyon lelkes valaki, ahogy én figyelem, és amit csinál, abba hisz. Szoktam látni, de szerintem semmi értelme nincs. Mi a jó abba? Egy jó párnak oda vágtam, mire rájöttek, hogy nem szabad hozzám szólni. Volt olyan is, hogy megálltam az úton, azt mondtam neki, hogy ne kiabálj utána, volt benne egy löket. De azt hozzátettem, hogy ha harmadszor mondom, akkor oda fogok vágni. Háromszor. Mondtam, ne kiabálj utána. Csak járt a szája, akkor harmadszor mondtam, olyan jobb egyenest elengedtem, egyből összecsuklott. Azt mondtam neki, lehajoltam hozzá, valahol elkapom, nagyon megverem, hogyha még kiabál utána. Ott hagytam, hogy folytattam a futást. Most már azon filahoznak, azt várják, hogy kibírom, vagy mi lesz velem. Most vagy két napja még vérest is köptem, mert annyira kivautam fázva, hogy télen nem fűt, nem mertem fűteni, mert elviszi a nyugdíjamat. Van egy kis pénzem, 50 ezer forint havonta, de százalékolás elviszi a váz. Kívánok! Jó? Reggelizel? Uh-huh. Reggel ebbi. Készítem. Mikróban már megmelegítettem a teját. Így. Úgy a szélére, ha akar, leülhet egy-egy. Ökölhívózsák, ráülhet nyugodtan. Az micsoda? Ez akácméz. Te jó? Az meg gazomból van, de hát már 30 éve hozzá vagyunk szokva. Ez 3 liter teát szoktam hetente egyszer főzni, de ezeket elkészítem citromban, be van, hogy ne dögöljön be. Maga mit reggelizik? Én egy kis pálinkát. Reggel megiszok egy fél deci pálinkát, ahol befejeztem, 10 óra fele megiszok 2 deci bort, meg után 3 óra fele megint, vagy 2 decit, azt akkor vége a napnak. Mennyit költi most az ideje? Hány éves? Én? 83-at. Az igen. Mit teszel? Magyarok. Azért kell megegyem, vannak több fogam, ami elmúlt 51-ben lyukasok. De kitaláltam egy olyan technikát, hogyha magyarok rágok, megtellik a lyukas fogam, és hátul látszik, akkor szépen utána a narancsot megeszem, és nem ráz meg az áram, mert az idegszálakot bántsa. A másik meg, Piska bátyám, nézd meg, itt vannak a készletem, amit eszegetem. Átöttem, van sok minden. Itt van, de mostanában rákodtam, hogy esténként 5-6 piska után teszek meg vacsorára, kis könnyű étel, hogy a savat felígye. Van itt ilyen narancstól kezdve, mandarin, alma, banán, ami nekem kell, ez szükséges. Ezek mind van, mindenből egy kicsit, hogy amire szükségem van a szervezetemnek legyen. Akkor sokat nem eszel? Nem sokat, hát ez az azért kicsi a gyomrom, nem lehet nagyon sokat enni, akkor nem bírnék hajnába felbattani. Hát nem tudnál szaladni. Meg felugrani hajnába. Hát én felugrok korán, 4 órakor. Igen? Meg megittem a fél decit. Az igen. Az tartja bennem a lelket. Kert minden rendben van, be van ültetve. Be bizony. Be. Hát. Zenyém is rendben van. 3 és fél zsákon kis zöldséget, répát elvetettem, de fóliát húztam rá, hogy korán legyen.
Hát mi kicsi korunkban az üsémmel lábosokba, betonba öntöttünk bele egy rudat, és azt emelgettük meg. Két kis diófa egymás mellett volt, keresztbe felkötöttük dróttal egy falgerendel szerült rá, és azon húzgáltuk magunkat, hogy erősítsük. Úgy erősödtünk. Semmiféle sport lehetőség nem volt. Itt volt a divat, ha kiállta az iskolát, akkor már a gyerek 14 évesen a fejleszítbe vágta reggel, vette egy doboz cigarettát, rágyújtott, aztán kiküldték, ment a határba, dolgozott, ha nem, akkor meg itt szégyen. Én is ugyanolyan voltam, mint a többi, ugyanolyan rossz, mindenben benne voltam, cigarettáztam, ittam, veregettem. Budapesten versenyszerűen is boxoltam sokáig, és összegyűjtöttem több mint 3 millió forintot. Akartam építeni egy egyszintes lakást. De mivel hogy a gyerekeket hordtam már több mint 10-11 évig súlyemelő versenyekre, ökölhívásra, mindig magamra maradtam, senki nem szponzorált, nem segített. Ott tartottam, hogy már alig maradt annyi pénzem, hogy ezelőtt 5 évvel, 2007-ben határoztam, hogy a 3 millióból építettem nekik egy mini focipályát. Városlából oda visszaláttuk ott, hát nézzük! Ó, csinálj meg vagy 20-at! Te meg csinálj 10 fekvőt! Figyelj, arról van szó, hogy ezt megfogod, egy méterre ide a hátad mögé, ide le, nem úgy elhajítod, csak így ide lehúzod a hátad mögé, ennyi, jó? Nem messzire, nem is egy hátad, de fordulj meg! Ide dugjad egy méterre, na hagyd! Ó, de te is ugye azt csináld meg, oda vissza, ide csinálj! Ha mit csinálsz? Betonra dobd le, mint alva! Nem jó, húzd le a karoddal, mint a kicsit őszínál. Mikor elbontottam ott a szobakonyhásházat, annak a padlás deszkájából olyan jó anyag jött ki, hogy egy 3x4 méteres deszkabaudét építettem, ez cseréptetős a teteje, de belülről egy réteg szigetelő papírral is ki van húzva, mert élen ott, régebben ott edzettünk a súlyemelőkkel. Szóval most úgy be van ott rendezve nekem, hogy az konditerem. Oda ingyen jöhetnek a gyerekek, tudnak súlyt emelni, van 160, két másáig felszerelésünk. Ötöt simán kinyomfjom. Kicsi, meg vigyázz rá, hogy ne edzem. Vezényelj neki, kicsi. Számolt, 2, 3. 4. Ú, keményen! 5. Nyomja 10, kimegy, 6. 7. Nyom ki még egyszer, segíts neki, segíts, ott vagy! Jó, tedd le! Ha vannak itt olyan rossz gyerekek, akik nem bírnak vele, ha nálam lejött, akkor én egy kicsit tanítgattam boxolni, meg súlyt emeltettem vele. Tehát a feszültséget úgy levezettettem, hogy többször ismételtem, meg mindig emeltem neki egy kicsit a súlyt, hogy kifáradt, akkor úgy ment haza, hogy szép csendben, nem vergődött az iskolában, nem bírnak vele. És hogyha többször jött nálam, akkor még versenyre is elvittem. Az volt olyan, hogy akit elzavartak, avval nyertem, hogy idegen barányom. Na, erről van szó. Most kivágod, mint a villám. Még egyet? De mikor felkaptad magad, figyelj, ez úgy működik, innen, mint aki szarik befele, innen vitte. Hopp, már bel is ütél. Mert húzod a térgyeden, beülsz, ez az. Kivágott feszít, ez az. Na, már jó volt, majdnem, így van. Még vagy kettő, már mehetünk be, hogy a hónap után versenyre. Ez az. Jó, oké. Okay. 3 órakor kelek. Átöltözök ruhákat, leszedem, amit öltöztem, átöltözök a futóruhámba, de ma már oda tartok, hogy kétszer is kiszoktam menni, hogy ne kelljen a nádasba szaladni, ha valami hasrajtás van, vagy valami, tiszta legyek. Szüleim tanyán nőttek fel, tanyásiak, tanyán laktak. Akkor már gyerekek egy kicsit nagyobbak voltak, beköltöztek ide a városba. Apámnak híre volt, mert az igazság az, hogy ő olyan volt, mint kicsi Rauza Sándor, mert mikor bejöttek a tanyáról, a bálba, 8,5 kilós görbebotja volt a 40-es években, és egymaga kiverte a bált. Tehát, hogyha azt a teljesítmény sport, lehetett volna sportolni, akkor ő belőle lehetett volna olimpiai bajnok. Egy fél banánt megeszek, egy két kanál vízzel,
20 perces bemelegítés van, és utána szépen itt kiindulok a Honvéd úton, kisétálok a Debreceni útra, és akkor a 12 kilométert úgy fél tov egy kör annyi, lenyomom minden reggel, fél hatra már itt hol vagyok. A 70-es években itthon volt egy vita apámmal a lakáson, hogy mi milyenek vagyunk, semmire valók, meg csak meg a kosmába verekszünk, meg ez, meg az, azt más le is lehetne ezt fordítani. Én meg félvárul oda vetettem neki, hogy lesztek ti még büszkék rám, mert ha kell, tízszer is körbe futom a földet. Csak azt az egyet sajnálom, hogy apám nem érte meg, mert 2006-ban sajnos meghalt. De én ezt akkor is végig gondolom csinálni azért, mert hogyha ezen a világon kívül van még egy igazi másik világ, és ők megvannak, akkor azt akarom, hogy apám, anyám büszke legyen rá, hogy amit fogadalmat tettem, végigcsináltam, ha bármilyen árat kell fizetni, végigcsináltam. 1974-ben vettünk egy pár ökölvókesztőt, és akkor elkezdtünk itthon pufölni egymást az öcsémbe. Aztán ő valahogy Budapestre került, és a Ferencvárosnak akkoriban volt szakosztálya, ökölvó szakosztály leigazolt oda. Ő már több éve versenyszerűen boxolt, mikor én összekaptam vele itthon. Ezt úgy akartuk eldönteni a családba, ki a jobb, hogyha összecsapunk NB1-es csébén. Én leigazoltam a Vasashoz, a budapesti Vasashoz, és mikor eljött volna az ide, hogy a súlyom is jó, összecsapunk hétvégén, úgyhogy a rendőrséggel összetűzésbe keveredett, és abba kellett hagyni az ökölvásnak. Húszas megcsináltok fekvényre, húszas. Jó, meg. Felpasztolsz, gyors. Te pasztolj fel, mire lefekszik. Kettő. Nyújtsd ki a lábod idáig, emelt fel 10 centit a lábod, csak a úgy, mind a kettőt. Feljebb egy kicsit, így. Gyerünk. Három. Négy. Gyorsabb legyél. Öt. Kenyed. 10, jobbra-balra. Gyerünk, gyerünk. 12, ne nevezz, gyerünk, gyerünk. Csináld, csináld! 13, kicsit majd pörgősebben. 14, 7, 8, nem nagyon. 9, tehát ide csípődj, hogy fordulsz így, a rövid nyautas. 10, 11, 12, 13, 14, oké. Négy Guinness rekordot tartok, mondjuk hármat egyénileg, a negyediket már csapatban a gyerekekkel. Kispályás focit, három gyerekcsapattal végignyomtam, 30 óra alatt 60 mérkőzés. Ezt még a brazilok sem csinálták, a világon senki. Minden délután a gyerekek lejönnek, 15-20-an ott vannak a pályámon, megy a foci, 5 literes narancsot mindig veszek nekik, multivitamint, 5 literes, 240. Azt mondják, honnan veszi, ez tele van pénzzel, mikor 50-nehány ezer forint a nyugdíjam. Na. Hát mert nem kell a kocsmára, nem kell a cigarettára, kávéra, ezekre nem kell. És így mindig ki tudunk kalkulálni az ilyet, a gyerekeknek, mikor megállunk, szünet van, iszik egy pohárra, milyen jó iszik, nem vizet iszik. És akkor kérjük keresztmenni, hogy Miskapán mikor lesz lent, mert azt kiabálják, meg így jönnek a kapuval gyerekek. Menjünk lefelé ezzel. Hát nem láttad, mi csinált ki? Három gólt nekünk csinált. Pont nyúlni akartam, miért te ott lefordulnak? Miskapán, te kicsit. Mennyi kell szóljál? Mi csinált? Nem érjük el a kohol. Hát én is adja dolgát, és nem tovább. Jó, még elugrottam, láttam. Majd megszárad. Te elbusztok, járjuk! Ah! Hákos fiam, légy szíves. Csukrán Misinek szedünk össze egy kis süteményt. A díjátadásra. Postás meg Karfi, hol van? Várj, állj meg, hagyd vigyél el a fát. Oda, arra, tedd már ne legyen. Na, többit nem veszünk ki semmit, hagyd maradjon ott.
Finoman egy embernek olyan könnyen be lehetett lovinni, most nem is én állsz. Lassan. Jó reggel, postások! Pakoljam már ki fel a cuccot. Kacsi bátyám, szabad! Kegyem, köszönjük, szabad! Már itt vártunk, légy szíves, már valamit segíts valamit. Sehová, adj-e nekem oda! Szabad szörökám, már itt várunk régen. Egészséget próbáltam. Itt van Kalsi bátyám. Legjobbakat. Azért gyűltünk össze, mivel hogy úgy féltem, te vagy a legöregebb postás. Én úgy gondolom, hogy egy kupát megérdemelsz, a 30, már most már 38 éve, hogy postás vagy, és ez idő alatt egy olyan, hát nem, nincs meg a 3 millió, de egy olyan 2 millió 800 ezer kilométert már lekerékpároztál. Én csak azt szeretném megkérdezni, mielőtt a kupát átadom, hogy a 38 év alatt meg-e tudod mondani, hogy hány kerékpárt nyűjtél el? Hát, de nem kell ott olyan sokat, de úgy utána tud számolni. Hát valahol 3 évenként kapunk egyet, hát azt mondja, van 12-13. Köszöntsük egy tapsal, megérdem. Mihály, nagyon szépen köszönöm a kupát, nagyon amit a 74 autóbérről itt vagyok, megszolgáltál érte, hogy láttad, hogy mi van. Télen-nyáron a nagy hófúvásokban, sárba, vízbe jártam. Volt, amikor sajnos a biciklit a vállamon kellett cipelni, mert hát olyan sárok voltak, hogy nem tudtam menni. Nagyon szívesen, Janikám, és sok erőt, egészséget kívánok a továbbiakban. Hát a másik az megint egy nagy teljesítmény. Gyerekek, be akarom mutatni Újfértől legöregebb cukrászát, Kassai Károly. Te ki-e számoltad, Karcsi bátyám, hogy egy hét végén hány tortát készítel el, és mondjuk a 4 évtized alatt körülbelül mégis satszra hány tortát készítettél? Hát én kiszámoltam, és ez nem... Nem satszra, hanem ez rendesen. Egy hónap alatt szeleteltem annyi süteményt, hogyha egyesével összeraknánk egy hónap alatt, Budapestig felérne. Akkor ez számolt, hogy 67-től mennyit. Na gyerekek, ezért megérdemel egy kitüntetni egy kapu. Tartsi bátor! Van otthon a fiókomba egy olyan, hogy lépésszámláló. És egyszer behoztam, és ide tettem, és egy nap abba a kicsi műhelybe, igen, 8 kilométer. Tehát akkor azért mondtam, hogy... Tehát, hogy a 12 óra alatt, hogy hány kilométert, igen, mentél el, de hát így van. Neked is, Janikám? Úgyhogy... Na, egészségetek van. És akkor a gyerekeknek egy kis süteményt mindenkinek... Igen. Vegyél el egyet mindenki sorba, vegyél el egyet, de gyerünk. Jó? Kinek mi kell? Egyet elvett, tovább. Eddig 12 év alatt 99 ember tüntettem ki Újfélton, de olyan embereket, akiknek 35-40 éves olyan múlttal rendelkeznek, valamit csináltak. Tehát a 99-ben van 60 öreg labdarúgó, akik valamikor ezelőtt 30-40 éven Újfélton 30-40 évig szórakoztatták. Csak örülök, elfelejkeztek. Mert én annak a híve vagyok, hogy a elvégzett munkát, abba hiszek. Tehát a másban nem, semmiféle dumában nem hiszek, csak amit elvégzett munkát. És én vissza akarom azt egy kicsit hozni, hogy tiszteljék azokat az embereket, akik 3-4 évtizeden keresztül valamit csináltak. És ezért ismerem el egy kupát felajánlani. Akiket kitüntetek saját kupáimmal, amit nyertem kupát, arra a lemez Nyíregyházán csináltatom meg. Én nekem egy
ezresért csinálnak egy olyan nagyobb lemezt, és akkor a felirat rajta van, hogy kinek kitüntetek ki, és azt ragasztom rá az enyémet, leveszem róla, így most már 99-nél járok. Gyönyörű. Gyerekek, itt van, meg is mutatom, ott van Csukrámmel tiszteletére, Budapest, 1993, a Mars Marathon hátrafele futás győztese OTSA. Nem akarok annyira dicsekedni vele, hogy például Visegrád, Budapest, nemzetközi maraton, 42 km, 195 méteres futóversenyen, kosárlabdával egy kézzel lenyomtam 3 óra 25 perc alatt. Ezt lekosaroztam egy kézzel. Ilyen rekordokat állítottam fel. Na most, ha többen meglátták a 10 emeletes házból, lejöttek 10-20-an, már megérte megcsinálni a szenzációt, mert lejöttek érte. Ennek a volt a célja, hogy megmozgósítsam az embereket, érted? Elmondom, mondták, megérte nekem, hogy 40 év alatt megöltem magam, megérte, mert engem ne sajnáljon senki, én feláldoztam magam, de azért, hogy legyen a jövő számára a gyerekeknek példakép az, ez az ember 700 maratont lefutott, ő meg egyet nem tud lefutni világ életében. Na, 2003, légy szíves, gyere, pihenjél, művére. 2003-ban levágták apámnak a jobb lábát. És akkor a gyerekeknek, a 18-20 éveseknek elkezdtem mesélni, mondom, figyeljetek ide. Az milyen dolog, hogy délelőtt lefutom a maratont, mikor hazajövök, én nekem nem annyiból áll az élet, hogy gyerünk, beleköltözök, a mosdokot fekszek le, hanem még apámat, mondom, az ölembe kellett 2 évig hordani a vészére. De akkor se bántad meg. Nem bántam meg, ha még egyszer kezdeném, ugyanúgy csinálom, csak fiatalabban. Most vannak itt olyan szegény gyerekek, akiknek én elhasznált cipőt adok a lábára, hogy tudjon a betonpályán mozgatni. Nincs neki nap. De 40.000 forintos sokkal nyugdíjamból miért nem tudok többet adni neki? De még ez is jó, mert azoknak a gyerekeknek, akinek nincs lehetőség, egy szüleje van, egyiknek apja nincs, másiknak anyja nincs, én ilyeket szedek össze. ...1993-ban Budapesten a Mars maratont úgy futottam hátrafele, hogy közben ugráló köteleztem. Tehát a végén úgy sikerült, hogy a Városligetben, mikor befutottunk, csak 200 méter volt hátra, egyetemisták meg főiskolások voltak 200-an keresztbe, angolul énekeltek egy olyat, hogy egy lábon már azt a 200 métert befutottam a ugráló kötélbe, olyan lelket öntött belé. Volt egy francia artista, aki hátrafele lefutotta, nem tudom mennyire, ott a maraton. Nekem onnan jött az ötlet, hogy ha már ő hátrafele, akkor mondom, akkor úgy próbáljuk meg, hogy én közben ugrálok a kötelet is hajtok, ne csak hátrafele. És akkor elkezdtem itthon 10-20 kilométer gyakorolni a futások közben, és akkor olyannyira följött, hogy egyszer Nyíregyházát is oda-vissza megtettem, egy olyan 40-nehány kilométert még a maraton előtt. Anyám 25 évig volt fekvőbeteg, hogy meghalt, 25 évig. Még nem volt annyira baj, mert apám megvolt, hazajöttem, úgy könnyű volt, ő kiszolgálta, mindent megcsinált, csak akkor jött a probléma, amikor apám leesett a lábáról 2003-ban. És akkor neki meg levágták a lábát, és akkor 2 évig a vécén apámat az ölembe hordtam. Én abban az időben volt olyan, hogy készültem 100 kilométeresre, délelőtt Debrecent lefutottam oda-vissza egy új cipőbe, tiszta véres volt a lábam, soha nem hallották apámék, anyámék, hogy el vagyok fáradva. Egyből azt mondtam, mit kell csinálni? Azt mondták, még ilyet nem láttak. De nem mutattam, majd belehaltam. 2 beteg mellett pályán egyedül szervezem a versenyt, egyedül díjazom, viszem futóversenyre biciklivel, a rendet én tartom a köves úton. Akkor utána még a jegyzőkönyvet is én készítem el, én díjazom őket, hát ezt egyen be hogy bírja. Most akkor minden ünnep egy évben 15, legalább 15 tömegsportot minden évben lebonyolítok egyedül. Már 29 éve szervezem azt is. Ingyen az utcai futóversenyt, ingyen a gyermekfocit, meg még valamikor nekem kell díjazni. Minden én legyek, a versenyző, az edző, a díjazó, minden. Azt mondják, lehetetlen, ha pedig ez így megy. Petyár kutya! Hát én hova tegyem?
Mit csinálsz vele? Viszed innen, én mit csinálják? Hova rakjam? Hát miért? Hát oda nem lehet vinni a... Dehogy lehet, ha már ott van kettő. Most várjál már, most csinálják. Hát oda hátra rakjuk. Na akkor hozzad ide hátra, és akkor megköszük, valami maj lesz, annyi kaja lesz, mert a nagy... Van már itt egy mágás után. Ide szépen leteszed. Oda, ott vagy vissza, és közd meg. Nincs gazdája? Nincsen, hát itt van az úton. A nagy kutya itt, most kíváncsi leszek a helyét, hogy fogja majd szagolni az új helyet. Pihen, ki van merülve egy kicsit, biztos szavargatták az utcán. Lehet. Lehet, hogy azért is nem adnak a milliómosok támogatást, mert úgyis azt mondják, hogy kérdésre fogják. De én nekem az jó, amikor a gyerekek elérnek valamit, meg ha én tőlem kapnak. Na gyereke! Akarsz? Szia! Akarsz egy kicsit edzeni? Aha. Itt a két kis súly, jó? És ezzel. Légy szíves egy kicsit. Hát, de így is emelheted, tudod előre. Egyiket így, másikat úgy, enged lejjebb, úgy. Én meg addig itt összetakarítgatok, jó? Gyere ide, cseréljünk helyet, és akkor így. Mostanában már könyveket is adok, mert egy idős nénire vigyázok, azt nálam meg volt ott, vagy három karton könyv. Mondtam neki, adja ide, azt, és már most március 15-én a gyerekeknek abból is osztogattam könyveket. Különböző, ott gazdaság, ilyen termés, szilvatermés, növény, mindenféle könyvek, ilyen gazdasági könyvek. Jó? Te maradj hátrább egy kicsit Ákostól, úgy gyere elrébb, mert megüt a vizébe. Én meg odakurítom neki a gumit, és ezt kell lesz majd ütnöd, jó? Na figyeld! Jobb kézzel erre az oldalra, bal kézzel ama oldalra, majd figyeld! Na gyere! Kettő! Három perc! A boxolóknak van, hogy van egy nagy Zetor külső gumi lefektetve, nekem van egy 8 méteres vasrúd, a végére egy vastagabb cső ráhegesztve, és avval kell a kicsiknek egy néhányat, a nagyoknak többet. De voltak itt olyanok is, akik a 16 menetes, meg 18 menetes edzés után 600-at legombolt. Az azt jelenti, minthogyha egy szekérfát kivágott volna. Meg az, hogy a bunyónál a horgok ütés, a kétkezest meg kellett tanulni a vasrúddal. Itt megállsz. Figyeld, elmondom, te ugyanúgy jobbkezes vagy, mint én, így megállsz itt, és akkor fölteszed így a kezed, bal egyenes egy, vissza kettő, bal, jobb, visszaállsz így. Az ütőerőt itt gyakorolsz az ütést, úgy, mint én csináltam, jó? Na kezdjél. Ne kapkodj el, nyújtsd ki, de erős legyen, pattanjon a kezed. Hogy állsz? Figyelj, szembeállok vele, egy, kettő, és visszajön ott fenn a kezed. Ne hagyd kint, mit csinálsz, a lábot hogy áll? Figyelj. Szembe, így megállok szembe, a sarkon meg ez elvágónak, ez az alapállás, bal egyenes, egy, vissza, kettő, bal, jobb, visszaállok, ott a zsákon ugyanaz. Csak összed a keményet, pattanjon vissza a kezed. Mehet. Látod, így oldalt állsz, meglökök, már is estél, látod, nem állsz így a lábodon, így, mert itt a térgyemen ülök, nem tud elborítani sehogy, akármit stupot nem eszek el. Ne neves, így van, bal jobb. Fejet hajtsd le. Ez az, nézd bele, hajtsd le. Nyújtsd ki a kezed, nem ilyen így kaparától. Nyújtsd ki, hosszú kézzel. Szavar. Jaj, bátyám, jó napot kívánok. Szavar. Ott van a nyugdíjadat. Légy szíves aláírni. Gyarra legyen szíves aláírni, jó? Hallom, Mihálykám, hogy mentek-e unok kirándulni? Menjünk edzőtáborba, gyerekekkel Hajdúdorogra.
belőle. És pont jókor jön ez a kis akármi. Na, jó Istenek, akkor... Mert beszeretném a gyerekeket, mert Hajdúdorogon van strand. Uh-huh. És akkor beszeretném őket majd a fürdőre. Akkor azt mondja, beszeretném őket majd a fürdőre is fizetni. Ott leszünk, és akkor egy hétig edzőtáborozunk. És ez a sport én zévem megy? Nem, nekem van egy saját sátrom, és reggel innen indulunk nyolckor a gyerekekkel kerékpárral. Ördög. Bilbo. Rétisas. Tigris. Kutya. Sátán. Bubu. Szaszak. Ez pedig a Honvéd utcai Grun, Misi bácsi magán sportbirodalma. Ott én vagyok. Hát, mikor voltak kint, a televízió vette fel, mi kint voltak? Jó régen volt. Hát, mert vittelek benneteket. Súlyemelő versenyt, azt voltak, akik hoztak élni. Ott az öcsém van? Aki hát, a kiskutya van ott. Gyere, kiskutya, vagy el! A focin kívülit lehet súlytemelni, de akár boxolni is. Milyen régen volt? Miért nevezettem, és kabángem jöltöknek? Hát tudod, hogy a súlyemelőknek, akik érmet nyertek, meg arra érmesek voltak kicsikorokban, az mind kapott beszenevet. És miért pont az öltözőt kaptam? Hát mert... Olyan rossz voltam. A zonoka húgott meg az maga sátánt kapta. Igen. Anita azért, mert kicsik voltatok, 10-11 éves nagykállapban mentünk egy súlyemelő versenyre, mire észrevettem az öltöző ajtaját, ahonnan a lányokat ütöztek, szétvertitek a fiúkkal. Innen volt, voltunk. Így van, innen értem. Volt az, hogy egyik ördög, másik sátán a lányok, mint a fiúknál van pitbull, rétisas, kisbandik a kutya, mindegyiknek van beceneve. Azt szerettem volna, hogy abból is futbolista legyen a rétisasból. De hát, ez csak ilyenek, hogy ilyen szabadidős sportolók, nem lesz belőle verseny. Akkor kutyának a mai nap reggel meg este kell az lenni? A kicsinek vagy csak egyszer? Annak is reggel este, HPF-re, valamit adjatok, hogy ott van a falhátó ütőpénket. Na jó van. A kicsinek akkor csak felé kell adni. Nem a Bigel Jauszkája, Jauszi, nem a tiéd a póló. Várj, meg itt a pólója! Ez hosszú jég. A csikau hol vagy? Na gyertek, megyünk. Évvel ezelőtt vettem egy katonai sátort, abban az időben 100 000 forintért, 5x5-ös, de az olyan, mint egy nagy nyári konyha, ha felállítjuk. Mindig elvittem 10 napra 20 gyereket, ez 200 000 forintból jött ki. Régebben még mikor sok pénzem volt, akkor még nem nagyon számított ennyi, hogy elköltöttem rá, de most már egy kicsit számít. Tehát most is úgy van, hogy minden hónapban valamennyit rakok félre, teszek elfelé, gyűjtöm, hogy júliusra meglegyen egy összeg nálam, egy alap. Ahhoz még, hogyha valahonnan valaki segít, az még nagyon jól jön. Például tavaly olyan jól jött, hogy a villanyszámlából 47 000 visszakaptam, mert túl volt fizetni. És akkor az nekem milyen jó volt, mikor mentem a gyerekekkel táborba, azt az egy összeggel ki volt fotolva. Na, kezdjétek már, Nali, gyerek, ja, hozzat, nyissad kifele azt. De hosszú, gyere, a vasakat. Nádas elejével eldobni. Azt ne bánt, ezt legyed a vasat. Viska, ma erre menjünk. Hát Csikau, látod meg, Márka, hogy kell ezt állítani. Itt a karácsonyfától még, úgy jó van. Ott ő elmegyen, te itt menjél benne középen. De emelsz, ha bele ne akadjon, ott kiszakítod. Lassan, lassan. Ott ő lassan. Bele kell állom. Vigyed, vigyed még lassan. Jó, figyelj, jutok, nézd meg, Márkó! Arra húzzát kell, ahogy maga felé! Már jó, vigyázz innen! Hát, hogy? Mi csináltatok? Most vette észre, meg kell cserélni az egész sátrat. Vegyitek ki a lábakat, meg kell cserélni. Miért? Hát, mert ezt kívülről kell leütni. Hát, hogy? Nem látod? Hát, meg belejöttök, megtanuljátok. Nem, tegyitek le a földre! Tudod, mit csináljunk? Állj, ide hozd áttal úgy! Még hozzad áttal! Lökjed a tetejét oda, úgy! Az alját meg, menj oda, mert segíts neki, mert be van akadva! Ott be van akadva, úgy! Ott mindig olyan nekem tudom, ott! Mikor elmenjünk a táborba, mindig általában a futballpálya környékén állítsuk fel a sátort, megbeszéljük a polgármesterrel, előtte van egy héttel, hogy ott fogunk edzőtáborozni a gyerekekkel.
És akkor minden reggel, mikor megyek vásárolni nagy táskával a gyerekeknek reggelit, mert nekem kell ellátni reggel, ebéd, vacsora, akkor mindig jön velem egy újabb gyerek, mert én szoktam venni nekik vagy csokoládét, valamit, aztán mindig mást kell vinni. Királyok vagyunk, gyerekek. Aha. Kikaom, kiélje. Adjon még egyet ide nekem. Meg nekem. Meg már. Négy több, négyet osztunk. Négy négy több. Na, elég, elég, hát nekem egy nem maradjon. Ja. Jó van. Igen. Szeret szalonát. Mindig mondjad, mi kell majd, jó? Jó, jó. Az elég, és egy elég, Miskolás. Egy elég? Egy elég. Egy kis kolbász? Nem kell, így. Én leszek a második. Nyugi, szeretem a paradicsomot. Szerintem. Na, nekem. Jön a másik. Miskolás. Ki jön? Én. Én. Én esem. A soványok hagyja jönni. Ákustak. Így mi kell? Minden. Így? Aha. És semmi más? Nem, ez a tövék. Mennyi saurá kell egy kicsit? Kell. Focizunk a gőzt, ne húzzon össze. Egy ilyen. Elég? Paprika. Csauka. Nekem senki nincs, barátom nincsen. Vannak haverjaim, mint a Csauka, az fiatalabb egy fél évvel tőlem, de az is már ilyen 54 éves, az majdnem 20 évig Újfélton védett kapus volt. Elvittem táborba is, meg ilyen öregen a 30 órás focin segített nekem, beszállt, végignyomta, csak két csapat volt. Az egyikkel én voltam, a másikkal ő. Vagy három csapat lenyomott 30 óra alatt 60 mérkőzést. Ha a főtéren dumálnak rólam ezt-azt, akkor ez oda megy, azt mondja, ne ugassál, majd ha te is teszel valamennyi, az már tett le az asztalra, mikor fogod? Na, itt kezdődik a haver. A 70-es években ittam, voltak nekem rossz napjaim, meg rossz heteim, rossz hónapjaim, mikor verekedtem, ittam, csavarogtam. Hazajöttem, most én meg nem tudtam, hogy ez a szerencsétlenség vár majd rám, hogy itten két öreg szülőt évtizedekig kell majd ellátni. Nem dobhatom el őket. Azért, mert most idehozok egy nőt, én magamra szánjak mindent, nem. Inkább a két szülőnek mindent megadtam, mert ha véletlen ezen a földön meg van még egy világ, akkor nem akarom azt, hogy a szüleim majd ott oda kell állni, és azt mondják, ez egy takony nem ember volt, mert a szüleit eldobta. Hanem még éltek, mindent megadtam nekik. Ugyanakkor a fele életem meg ráment. Csak nekem minden egyszerre nekem se nem jöhetett össze minden, nem lehet. Hogyha én megnősülök, akkor nem tudom meg végigcsinálni a fogadalmamat, akkor ez nem így működik. Akkor rögtön, hát ott vannak a te, látom. A következő barátom egyik azért hagyta abba, híres futballista lett volna, megnősült, már nem tud menni edzésre, menni kell a munka, hol? Holnap mit eszik? Na így kell, így kezdődik az. Tehát én azt, amit fogadalmat tettem a szüleimnek, én azt azért is tettem, hogy inkább egymagam maradok, de akkor is végigcsinálom. A 76-ban fogadalmat tettem apámnak, hogy 36 év alatt a 500 000 kilométer napi adagokból ki van számolva, lefutom. Apám, a fogadalmat megcsináltam, amit annak idején fogadtam. 500 000 kilométert 36 év alatt teljesítettem a mai nappal. Úgyhogy büszke lehet rám. Okay. Szevasz.
Majd vigyük le fel a cuccot. Hol voltál? Reggel miért nem jöttél sejtálni? Nem jöttem. El kellett volna jönni. Mindjárt jönnek a többiek elő. Menjünk le fel a pályára. Csapat van? Nincs. Nem szóltál senkinek? Nem szóltál. Szóltál? Majd mindjárt. Ki valami? Amit. Mi? Mi? Mit? Amit. Mindjárt jön a Tigris, a boltba elmentek, hoznak valamit, ott menjünk le, segít el levinni, vigyük a kubába, és ezt is meg. Olyan boltba? Lesz tudod faszni 10 óra akkor, gyerekeknek. Jó sokáig, olyan sokan vannak a boltba. Hát volt egy pár. Igen? Megvan minden? Jó, de figyelj már, né. A papnak ilyen kell, hát ezt ő nem tudom, hogy fejre fog menni. Jó, mennyi volt? Nem tudom, az 8, szóval mennyi. Köszi, hogy hoztál. Én meg addig kötözöm kifele, mert kicsit ahol. Ne rúgjod még! Itt azért van ide alátámasztva 16 mázzal lemezés, hogyha üresen van a cél, nem ibetesse a tövise. Gyere, Szíriát! Fel 12-re kész vagyunk, és akkor hozzuk az asztalt, tenítsük meg majd. Torta? Kész lesz valami torta? Meg lesz. Meg. Tiszteletem Gyula bátyám. Szervusz, Misikém. Szia. Röviát bátyám, a legjobb az a fiúk. Meg a kocsiba is beállott. Jó, ugye jó? Jó, jó. Na, Gyuri bátyám, mi a helyzet? Na, hoztam neked a cipet, le van szó. Valami történt, volt a lábommal valami, és akkor betettem Gyuri bátyámnál, és ő meg megígérte, hogy lehozza, és hál' Istennek megvan, nem tud, nem tüzelt el, elnyújt cipő, és akkor elhozta. Hányat? 16 ezer kilométert futottam egy kapcsolat. Igen, egy évben, így van. Akkor volt 94-ben a 200 maratont, meg még amellett a napi 12 kilométer, amikor a felszőt a futás. Igen. Egyébben hányat jöttél el? Hát itten volt nekem három zsákkal, a kazánba tüzeltik el fele, igaz? Meg itt a betoneszi megfele itt a gyerekekkel. Hát három zsákkal, az hány körülbelül? Nem tudom, de sok cipőt köszönöm, Gyuri bátyám. Meg is mostam a gyújtsuk. De akkor Gyuri bátyám, még maradjon már itten, mert délben mindjárt jönnek a pap is, jó? Lesz itt egy kicsit. Köszöntjük már a papot, megérdemli, hogy fél évszázad a lelkipásztor új fejét. Megnézzük már gyerekek, hogy az 50 év lelkészi munkájáért milyen tortát rendeztünk a papnak. Ahol van mi? Isten éltesse! Király. 50 éve lelkipásztor liptár, idős liptár Pál Újfejeton, és ezért, mint tömegsport szervező, egy névre szóló kupával tüntetem ki. Tavaly az elmúlt évben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemtől, mint 50 éve végzett lelkész, aranydiplomát kaptam. És most pedig Csukrán Mihály barátomtól ezt a névre szóló gyönyörű kupát kaptam. Gratulálunk, Kajvá! Mit lehet erre mondani, csak az, hogy örülök és köszönöm. És amint megtudtam, 100 kupát adományozott már Misi oda, és éppen ez a 100. kupa. Ez külön öröm számomra. Tehát jubileumi számomra. Igen, nemes gesztus. Most viszonzásul én csak azt tudom mondani, hogy figyelemmel kísértem mindig, amennyire tudtam, legalábbis az újságból Csukrán Mihály barátunk sportbeli tevékenységét, és Újfehérton sokakkal együtt büszke voltam mindig a fantasztikus eredményeire.
éppen a heti újságban olvastuk, ki is vágtam, itt írják, hogy a 36 éve tett fogadalma most letelt. Betelt, mert megfogadta, hogy 500 000 kilométert fut le. És ezt megtette. Ez fantasztikus. Külön dicséret és elismerés illeti azért a odaadó munkáért, áldozatkész munkáért, amit a gyermekek és ifjúság körében végez. Hogy megszeretteti velük a sportot. És én ehhez kívánok Csukrán Mihály barátunknak a továbbiakban is jó erőt, egészséget, ilyen lelkesedést. Nagyon szépen. Sok dicsőséget hozzon még Újfehértó városára. És mint lelkipásztor nem tehetem, ne legyen itt valahol ez, hogy Isten áldását kívánok. Köszönöm, Istennek. Viszont kívánok. Köszönöm. Isten áldását. Köszönjük. Adi bátyám, mindenkinek, aki egy süteményt üdít, hogy kinek mi kell, majd mindjárt hozzák, majd... Köszönöm szépen. Hallod? Kajász, gaucsarod, hallod? Nem igazán gyakorlatilag. Az, mert az, az a baj, hogy mindig benne van is. Ezt kellett, hogy akkor. Nem volt. Nem volt. Kiskabálja már. Előtt 12 gyerekek, mindjárt kezdjük a kocsit. Köszönöm. Ide miért nem tettitek rá az ide dátumot? Ott van 2012. Ide alá kellett volna menni, hogy 2012. Már alá kellett volna a dátumot. De jó, köszönöm. Mindjárt kezditek a focit, jó? Én ezt elteszem, mentek be és kezdjük a focit, jó? Jani, jobb áll! Vigyed! Szia! Na, még egy hátra bele! Szia, gyere! Mester. Szevasztom! Megjötteni? Megjöttem. Szia!
Hát ez micsoda? Az, a stramboli a gyerekeknek abba urán. Délutánonként, mikor már nincs suli, lejönnek, és akkor hármasával beküldöm őket. Ja, hogy ez így edzés? Igen, igen. Edzés 10 percig, van, általában 10 percig bent ugrál, 3 kijönnek, akkor csere. Na gyere, most kezdjük az edzést, jó? Jó. Tegnap nem fociztatok? Este 6-ig ment a focit, de... Mentám, húgyú! Meg még sokan is voltok, már voltok. Nézzük ki. Nekem a nyíregyházi főorvos 2003-ban csinált egy EKG-t, apám ben volt akkor a kórházban, azt mondta, gyere, megnézzük, mert ezelőtt 30 évvel futottunk együtt maratont. Ő is maratonista volt. És azt mondta nekem, hogy nagyon nagy a szívem. Mondtam neki, tudom, túl van hajszolva. Tehát annyira megöltem magam, magyarul elmondva az, hogy van tüdőtágulás, minden el van egy kicsit nőve, akkor ki tudja, hogy milyenek a messzesedés, nem tudjuk, mert nem látok bele, akkor a szív nagyobbodás, meg akár, meg még a fejgém félig megvakulva, hát mindent megkaptam az élettől. Tehát az, hogy az 2-3 év van hátra, bele kell nyugodni, ennyi van. Sőt, el akarok mindent intézni időben, nem akarom sajnáltatni senkivel sem magam, valamit valamiért. Na most, ha mielőtt elhullok, van a húgomnak 3 gyereke van, 2 lánya, 1 fia. 20 éves a középső gyereke, lány, azt 6 évig hordtam súlyemelő versenyre, a fiát meg 11 évig, az most 18 éves. És úgy határoztam, hogy csinálok egy szerződést, a szerződésben benne lesz, hogy az egyik fele az övé, a másik a fele. Na, faszához szembe áll. Csak így? Így. Kemény legyen. Még egyszer. Úgy van, visszalépsz. Visszalépsz. Be, kettő. Be, így van, nyújtsd ki, még vissza egy kicsit. Hopp. Be, most a kettő. Be, le. Kettő. Be, 3. Be, 4. Be, 4. Be, 4. Be. Jó, pihi. Vissza egy kicsit. Ebből a házban, amiben meg itt lakunk, lesz egy alapítvány. És ennek az árából Csukrány alapítvány lesz. Én a Föld napján születtem, április 22-én. Minden évben a Föld napján Újfehértón át lesz adva a jó tanuló, jó sportoló, a Csukrán Mihály testnevelési sportdíj, egy serleggel, meg a kamatból egy minimális összeg. Sokan mondják nekem, hogy én a halálom is a gyerekekre gondolok. Há, hogy nem mondom, ha legyen nekik egy olyan, hogy ha már szenved, meg tehetséges, akkor legalább egy évbetszer kitüntessék valamivel. Elég volt. Oké. Okay. Kösz, Tomi. Én köszönöm. Thank you.